Egyik témánk a társadalombiztosítási nyugdíjtörvény elemzése, értelmezése, annak rejtelmeibe történő eligazodás érdekében. A nyugdíj egy életre szóló ellátás, nem egyszer akadhat olyan élethelyzet, amikor megélhetésünk egyetlen forrása ez lesz. Nem csupán a jogosultsági feltételekkel kell törődni, öregségi nyugdíjkorhatár, szolgálati idő, oda kell figyelnünk a nyugdíjunk induló összegére is. Egy szakembert a gutaütés kerülget, de gondolom magát a nyugdíjast is, amikor olyan jogerős nyugdíj megállapító határozattal találkozik, amelyben az szerepel, hogy a nyugdíjat például 40 év és 362 nap szolgálati idő figyelembe vételével állapították meg. Fontos, hogy a szolgálati időt naptári napokban számítják, és 365 nap jelent egy év szolgálati időt. Az illető dolgozott volna még a nyugdíjkorhatár betöltését követően további 3 napot, újabb 365 napja, azaz egy éve lenne, és az induló nyugdíja már eleve 2%-kal nagyobb összegben került volna megállapításra, és természetesen az évenkénti nyugdíjemelés összege is erre a nagyobb tételre rakódna rá. Természetesen számtalan kis apró trükk van a hibák elkerülésére, kikerülésére. Például kérhetünk egy igazolást a nyugdíjbiztosítási szervtől, hogy adott időpontig hány nap szolgálati idővel rendelkezünk, vagy ennek akár papíron is kérhetjük hatósági bizonyítvány formájában az igazolását. Ennek tudatában tudnánk kiválasztani a nyugdíjba vonulásunk optimális időpontját. Természetesen, ha a hiba már bekövetkezett, még mindig adódnak apróbb esélyek ennek kiküszöbölésére. Például kérhetjük a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályát alkalmazva, hogy az igényünket a fellebezésre nyitváló határidőn belül visszavonjuk. Most ebből csak annyit érdemes megjegyeznünk, hogy ez 15 nap. És természetesen, amennyiben erre módunk van, visszamegyünk még legalább 3 napot dolgozni, újabb egy évet szerzünk, és az induló nyugdíjunk 2%-kal magasabb lesz.